megható volt, és nagyon emlékezetes ez a... Tessék, igen, parancsolja. És ébremes volt megcsinálni. János atya 24 évig szolgált nagyatádon, és a nyugalomba vonulása óta, azaz 9 éve továbbra is ezt teszi. Mikor Veszprémben 1962. június 16-án négyünket szenteltek föl, és itt látható ez a négy ember szemtől szemben, meg itt lejjebb. És a szentelésnek van egy mozzanata, amikor a minden szentek litániáját éneklik egész hosszasan, az alatt mindenkinek le kell fejük feküdni, jelezve azt, hogy mi meghaltunk a világnak. Ezek a fotók János atya első miséjének az idején készültek a családjáról. Tehát az Vízvárra történt, és itt vannak... Vízvári a család, ugye? Vízvári vagyunk, igen. Testvérei? Hát, igen, van egy nővérem, ez az előbb, itt például ő az, meg egy bátyám, de a bátyám akkor már nem élt. Értem. Igen. Szintén itt van az a négy ember, akit szenteltek, és ezek voltak a papok, akik a új misében részt vettek. Itt azért érdemes megjelezni, hogy nagyon kevés pap vett részt, mert Vízvár abban az időben határsávnak bizonyult, ez 62-ben akárki nem jöhetett be, csak külön engedélyen bizonyára, sokan ismerik ezt a akkori állapotot. Nagyatádot megelőzően az első plébániája pápa teszéren volt. Ott 16 évig szolgált. És ezek a képek ott készültek az oltár és ez ott. Pápa teszéren. Ez ott a 25 éves, azaz a ezüstmisé. Ezüstmisé. János atya úgy tartja, nagyon sok kegyelmet kapott 60 év szolgálata alatt a Jóistentől. Hogy mi a legnagyobb ajándéka ennek a 60 évnek az ön számára? Mit gondol? Vagy hogy... Hát először is az, hogy az ember végig tudta szolgálni. Olyan nehézségek között, ami a papi élettel részben a rendszer miatt, ugye a kezdetben, a 60-as években, hát egész más világ volt. És volt utána egy könnyebbülés, ami hát javított a helyzeten, de ugyanakkor más problémák jöttek elő. Sok tennivaló akadt. Például, mikor ide Nagyatádra jöttem, rengeteg tatarozni való, építkezési dolgok jöttek. Nem mintha ez azelőtt nem lett volna meg, csak most kicsit szabadabban lehetett ezeket csinálni. Ez az egyik. Másik a lelki építés, ami ugye nem tudom, hát Nagyatádot mennyire ismeri a kommunista világból. Ugye itten laktanyák voltak, katonai laktanyák. Voltak oroszok, voltak határőrök. És azoknak a katonáknak a leszármazottai voltak itten akkor, amikor én idejöttem. Tehát azok uralták ezt a várost, hiába volt úgynevezett rendszerváltás, de a leszármazottaik ezeknek a katonatiszteknek, akik javarészt valaholon Alföldről keveredtek ide, és a nagyatádi lányokat vették feleségül, és a gyerekeik ennél fogva hát más fölfogásúak lettek. Erős volt a visszarendeződéstől való félelem is. És akik közeledtek is az egyházhoz, közülük sokat visszatartottak a többiek, emlékezett János atya. Később elindulhatott az iskolai hitoktatás is, mondta. Tehát 90-től egész nyugdíjba vonulásomig, hogy én megengedtem azt, hogy azok a felnőtt fiatalok, tehát akik 18 év fölöttiek, azok, ha nem voltak megkeresztelve, nem voltak első áldozók, bérmálkozók, nem kötöttek szentségi házasságot, lehetőséget adtam nekik, hogy külön oktatásban részesüljenek, és hogy 3 hónapon át, hetente kétszer, de becsületesen eljöttek, olyan volt a életkorok tekintve 18-tól 60-70 éves korig élő emberek, akik első áldozók lettek bérmákkal, sőt a házasságokat szentségi módon rendezték. A gyémánt misén sokat gyülekeztek a Lourdi Szűz Mária, a betegek gyógyítója tiszteletére felszentelt kis kápolna előtti udvaron. János atya megbeszélte paptársaival a liturgia rendjét, majd elkezdődött a szertartás. Mária, kicsi,
ferences rend királynőjének, Szűz Máriának az ikonját a segesdi templomból hozták át az eseményre, miután bejárta Európát. Mennyei atyám, te minden érdemem nélkül kiválasztottál arra, hogy részesedjem Krisztusnak, a te fiadnak örök papságában, és egyházadat szolgáljam, add, hogy az evangéliumnak szelíd, de rendíthetetlen hirdetője legyek, és kegyelmet hűséges kiosztójának bizonyuljak, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökké. Amen. A 60 éves papi jubileum ünneplésének a lehetősége egy különleges kegyelem a Jóistentől. És ma azért vagyunk itt, hogy dr. Kisnemes János nyugalmazott nagyatádi plébános atya Istennek szóló hála adásába kérjük az Úr Jézustól, hogy jutalmazza meg őt egészséggel, tartalmas öregkorral, hogy még sokáig tudja szolgálni Istent és embertársait, a Szent Mise áldozatának bemutatása és az imádság által. Kedves testvérek, tévedés lenne azt gondolni, hogy amikor egy papi jubileumot ünneplünk, akkor mi papok önmagunkat ünnepeljük. Ez a háladás Istennek szól, mint ahogy a pap egész élete is, a Jóistennek szentelt élet. Gyémánt misét ünneplünk, a gyémánt kemény és értékes, és erre szüksége is volt János atyának, folytatta egykori káplánja. Először is a mindenható Istennek köszönöm, hogy elég magas életkort adott, és ehhez erőt is, kegyelmet is adott. És főleg az, hogy erre az életkorra eljutva belső, lelki nyugalmat is adott. Higgyétek el, hogy ez mindennél több. János atya köszönetet mondott a szűzanyának és a nagyatádi híveknek is. Most már 9 éve nyugdíjasként is szerepelek. Ez alatt nehéz idők voltak a 9 év alatt, és igen-igen köszönöm azoknak a híveknek. Név szerint engedtessék meg, hogy mellőzzem a felsorolást, akik nehéz helyzetemben is mellém álltak, támogattak, és lehetséges fórumokon mellettem szóltak. Isten áldjon meg őket! Már ó kenyér, a bor, igaz vér. Az áldozást követően nagyatát polgármestere is köszöntötte János atyát. Köszönöm mindazt, amit nekünk, nagyatádiaknak adtál, amit elhoztál ide, és amit teremtettél. Amit elhoztál magaddal, a hiteddel, a tudásoddal, az emberségeddel, és amit itt teremtettél, alakítottál velünk közösen, de a te jó szándékoddal, hiteddel, és szereteteddel. 60 évnyi szolgálat a papi hivatás beteljesedése. Azáltal, amit elvégzett János atya ebben a 60 évben, folytatta Ormai István, aki egyetlen szót emelt ki jellemzőül. Ez a hűség. Hűség Jézus Krisztushoz. Hűség a hitedhez. Hűség az egyházadhoz. És mindenütt hűség a híveidhez. És hűség önmagadhoz. János atya hűséges maradt mindenhez, és az volt nagyatádhoz, fűzte hozzá a város polgármestere. Nem csak templomokat és keresztutat épített, hanem a lelkeket is, mondta, majd Pál apostol szavait idézte. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Ő, ez. Kisnemes János plébános úr. A nagyatádi Szent Rókus kápolnát ábrázoló festménnyel ajándékozta meg a polgármester János atyát, aki végül sorra megáldotta paptestvéreit és a híveket.